Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, így látjátok ti, hogy látja a Biblia című podcast beszélgetésünk utolsó, hatodik befejező részén. Kecskeméti János vagyok, állandó vendégem továbbra is Reisinger János, irodalomtörténész. Az előző alkalommal az emberiség szörnyűséges háborúiról beszélgettünk egészen napjainkig. Kedves János, nagyon sok szeretettel köszöntelek, és öröm van bennem, egyrészt kicsit fájdalom is, hogy ez az utolsó, de remélem folytatni fogjuk, és köszönöm szépen, hogy a mai alkalommal is beszélgetsz velem erről a kérdésről. Én is köszöntelek, és a kedves érdeklődőket is. Rendkívül aktuális kérdésről szeretnék ma néhány kérdést feltenni. Az ember szabad erkölcsi választásán át hogy jutunk el a politikai választásokig, és ennek elsősorban a társadalom lélektani hatásáról szeretnék beszélgetni veled, nem kizárólagosan politikáról. Bevezető gondolatként egy rövid történetet szeretnék felolvasni, és a kérdésem ehhez irányulna, vagy erre irányulna egészen pontosan. Ezt ide leteszem addig. Telefonomról szeretném felolvasni. Tegnap kaptam. Nagyon elgondolkodtatott. A kenyai futó Mután Abel, aki célvonaltól néhány méterre összezavarodott a közlekedési tábláktól, megállt, azt hitte, hogy teljesítette a versenyt. Egy spanyol futó, Iván Fernández pont mögötte állt, és rájött, mi történik. Elkezdett kiabálni a kenyainak, hogy fusson tovább. Mután nem tudott spanyolul, és nem is értette. Fernández rájött, hogy mi történik, és mondta, hogy fusson tovább, mert meg fogja nyerni így a versenyt. Egy újságíró megkérdezte Ivánt, miért csináltad ezt vele? Iván így válaszolt, az az álmom, hogy egy nap olyan közösségi életünk legyen, ahol egymást segítjük nyerni. Az újságíró ragaszkodott hozzá, miért hagytad nyerni a kenyait? Iván azt válaszolta, nem hagytam nyerni, én is nyerni akartam, de a verseny az övé volt. Az újságíró még mindig ragaszkodott hozzá, nyerhettél volna. Iván ránézett, és így felelt. És mi lenne a győzelmem érdeme? Mi lenne a megtiszteltetés azon a kitüntetésen? Mit gondolna anyám? Az értékek generációról generációra szállnak. Milyen értékekre tanítjuk a gyermekeinket? Ne tanítsuk a gyerekeinket a győzelem rossz módjára és eszközeire. Tegyük bele a kezünket egy segítőkész szépségébe és emberségébe. Mert az őszinteségnek, a hűségnek, az igazságnak és az etikának győznie kell. És a következőt szeretném ezzel kapcsolatosan kérdezni, szép történet, mert én mélységesen ezen elgondolkodtam, amikor elolvastam, hogy a mai világban el lehet jutni odáig, hogy mondjuk egy sportversenyen, vagy egy politikai választáson a másikat csak ellenfelemnek, és ne ellenségemnek tekintsem. A mai világ elnézi, legalábbis elfordítja a fejét, hogy a győzelem érdekében minden eszköz kíméletlenül bevethető legyen. Ebből ma kevesen csinálnak mondjuk morális kérdést. Hát ahogy látjuk, elég hevesek a kampányok választások előtt. De nem látsz különbséget mondjuk a nyugati országok választásai, meg itt a kelet-európai választások között, hogy nyugaton egy kicsit azért elfogadóbbak a másik iránt, nem? Tehát úgy jobban, hát neki ez a véleménye, nekünk ez a véleményünk, de azért még egymást nem fogjuk torkon ragadni. Itt Kelet-Európában pedig olyan, szinte olyan kizárólagosan, aki nyerni akar, az nem válogat az eszközökben. Ez egy kicsit visszataszító. És ezért is kezdtem ezzel a történettel, hogy itt ez a spanyol futó ellenfélnek és nem ellenségnek tekintette a másikat. Szóval ma annyira egy eltorzult világban élünk, hogy ez az ellenfél, ez ma már inkább ellenség az élet különböző területein. Hát igen, de most gondold meg, hogy ahol egy országot mondjuk jól vezetnek, de lehet más vélemény annak a vezetéséről, ott ellenfelek inkább. De ahol egy ország vezetésében rettenetes visszaélések történnek, és mégis ragaszkodik a meglevő hatalom, hogy megmaradjon a királyi székében,
hát akkor ott szinte kihívja az ellenfelétől azt, hogy ellenség legyen, és persze, ha még ő tovább erősíti ezt az ellenség képzetet, akkor aztán a homály feneketlen mélyéig jutunk. Néhány héttel ezelőtt, aztán már a második beszélgetésünk, akkor rátértem Jelenések könyve 12. fejezetére, hogy a mennyben történt egy lázadás, itt is egy választás volt tulajdonképpen, és azt olvashatjuk ott, hogy az angyalok harmad része választott, Sátánt választotta Isten helyett. Sátán milyen módon tudta a mennyben így manipulálni, hogy őt válasszák? János evangélium a 8. fejezetének a 44. versében azt mondja Sátánról Jézus, hogy a hazugság atya. Tehát a mennyben már ez a manipuláció, ami mindig is jellemezte az emberi történelmet, mondjuk egy választás kérdésében, ez a mennyben így elindult már. Hát ez mint tényt adja tudtul a Szentírás, amit el tudod ezt képzelni? Mert én soha nem tudtam ezt elképzelni, hogy hogy lehet a végtelenül tökéletes, szerető Istennel szemben olyan felfogást képviselni, amire megnyeri az angyalok harmad részét. Én csak visszafele tudok gondolkodni, hogy ha itt a Földön nagy gonoszságokat látunk, akkor azt mondjuk, hogy ja, hát igen, azért van ilyen nagy gonoszság, mert ez már egyszer valahol sokkal jobb körülmények között elkezdődött, most meg sokkal rosszabb körülmények között szinte tombol. Akkor ez nagyon félelmetes, hogyha egy csodálatos, és a gyönyörű, szép környezetben, a mennyben elindult ez, akkor tulajdonképpen itt a Földön, amióta ember az ember, ez jellemez bennünket, akkor ez nagyon-nagyon rossz helyzetben vagyunk, a manipuláció sártengerében vergődünk akkor. Igen, nagyon rossz helyzetben, és tetejében annyira értelmetlen, hogy ne kísérjük meg megmagyarázni sem, mert minden magyarázat csődött ma. Igen. Térjünk vissza a mennyből ide a Földre, és amikor kinyitom a Szentírás rögtön a legelején, akkor azt olvasom, hogy Ádámot és Évát, amikor megteremtette az Úr, akkor sok más gyönyörűség mellett, mert én ezt így hívom, megkapták a szabad választási képességet. Például a Józsué könyve 24. fejezetében azt olvashatjuk, hogy még ma válasszatok magatoknak, hogy kit szolgáltok. Jelenések 22. fejezetében, hogy aki akarja az életvizét, így a ingyen, Jelenések 3:20, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, és aki akar, az engedjen be engem. Tulajdonképpen hogyan kell egészen pontosan értenünk, hogy Isten úgy teremtett bennünket, hogy egy szabad választási képességgel rendelkezünk? Tehát az embert Isten úgy teremtette, elnézést, hogy ilyen buta hasonlatot mondok, hogy a fejünk van a nyakunkon, a fejünk nem a hónaljunkon van, nem a gyomrunkban van, hanem a nyakunkon van, tehát hogy legyen egy értelmi vezérlő erő, és az ember meggondolhatja a dolgokat, és a meggondolás után dönthet, választhat. Tehát a szabadság lehetőség, de nem minden. A szabadság, mint minden más nagy emberi élettény, nem önmagában áll. Tehát a szabadság értelem nélkül szabadság, a szabadság szeretet nélkül szabadság, a szabadság az igazság képviselete nélkül szabadság. A szabadságot lehet a jóra és a rosszra felhasználni. A jóra való felhasználása a szabadságnak az, hogy gondolkozunk és döntünk a jó mellett. Ugye a Biblia mondja, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok. A szabadságnak a helytelen felfogása, erről azért kell beszélni, mert ebben van most a világ. Így van. Ez a helytelen felfogás az, hogy azt teszem, amit akarok. Az egyéni életben is, meg a közösség életben is. Hát ez messze nem igaz, hogy azt teszünk, amit akarunk, mert ha azt tennénk, amit akarnánk a romlott emberi természetünk szerint, ami mindannyiunkban ott van, az önző emberi természet, hát akkor a világ most már nem is léteznék. Mózes első könyve, 3. fejezetében az első 6 verset szeretném felolvasni. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról se egyetek? És mondta az asszony a kígyónak, a kert fájának gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, és azt meg se illessétek, és meg se halljatok, hogy meg ne halljatok.
És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy mely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek, mint az Isten jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó a fa az eredelre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakított azért annak gyümölcséből evett, és adott belőle a férjének, és az is evett. Miért olvastam fel ezt a történetet? Sátán itt a földön azt a manipulatív hazugságát, amit elindított a mennyben, hogy az első emberpárt is maga mellé állítsa. Tehát egy választás kérdése volt itt is. Hogyan tudta megtenni, hisz azért kérdeztem előbb rá a szabad erkölcsi választási készségre, mert hogy az ember a képességei szerint már dönthetett volna a jó mellett, akkor mégis mi romlott el, ami tulajdonképpen mind a mai napig érezteti a hatását? Hát ha úgy vissza akarunk most lépni, hogy mi volt az az origó, az a nullapont, ahonnan minden elindult. De sokszor fölteszem a kérdést a kedves hallgatóimnak is, és nem mindig találják el, hogy az abszolút nullapont az az, hogy miért nem hitt Éva annyira Isten szavának, hogy el se induljon afelé a fa felé. Mert ha már elindul, ha már ott hall valami hangot, pláne már, hogyha beszédbe is elegyedik egy kígyó, nem tud beszélni, már csak ez is félelmet kellett, hogy gerjesszen benne, hogy hát egy, szoktam mondani hallgatóknak, ha te hazamész, és a kutyád elkezd hozzád beszélni, hogy a macskád mit csinálsz? Hát akkor leesik a tantusz, hogy akkor nem is tudom, mit belemlépnék a házba, vagy kívnám a rendőrséget, vagy valami ilyesmi. Tehát az már viszonylag megmagyarázható, de az nem magyarázható meg, hogy miért nem hisz az ember a teremtőjének. Tehát amikor Isten elmondott neki mindent, elmondta neki a sátáni lázadást, elmondta neki azt, hogy mi ennek a következménye, tehát mindennel felvilágosította az első emberpárt, plusz még, hogy csak egy pontra korlátozta a megkísértést. Most itt az én értelmem megáll, hogy akkor miért kezdett Éva a fa közelébe menni? Mert az utána való lépések azok már olyanok, mint amikor egy vasgolyót elengedsz a lejtőn. És amikor megszólal, és azt mondja, hogy csak ugyanazt mondta, hogy benne van az álnokság, az a ravasság, hogy először meggyengíteni a jóban, kihúzni alóla a talajt, és amikor szóba áll vele, és pontosan elmondja, hogy mit mondta, tehát Éva tökéletesen válaszol, akkor már meghazudtolja, hogy dehogy is, hát vegyetek, Isten csak vissza akarja tartani tőletek a bölcsességet, az értelmet, és akkor már nyíltan meghazudtolja az Isten. Tehát ezek a lépések már kiszámíthatók. De az az első lépés, hogy miért hagyja ott Ádámot, miért nem hisz a teremtőjének, és azt gondolom, hogy mi is így vagyunk ezzel, mert ma is az emberek miért nem Isten szavának hisznek, egyáltalán miért nem keresik az Isten szavát, egyáltalán... Miért nem őt választják? Miért nem őt választják, de úgy, hogy értelmes választás, tehát hogy felnyitják a Bibliát, hogy meggyőződnek benne. Isten senkitől nem kéri azt, hogy gyorsan és feltétlenül, hanem hogy ugye előbb idézted Józsuét, ő is azt mondta, hogy választhatjátok azokat az isteneket, akik mezopotámia istene, de én és az én népem, mi meggyőződtünk arról, hogy mi az Úrnak fogunk szolgálni, mi ezt a példát tudjunk elébetek tenni, de nem, ez nem kötelező, nem kényszer. Miért nem választja az ember azt, ami nem kényszer, ami egyszerű, ami ellenőrizhető, miért választja azt az ember, ami kényszer, vagy nagyon manipulatív kényszer, ami bonyolult, ami káros, egészségtelen, és sorakoztathatnánk tovább? Hát azért, mert ha az emberi természet megromlott, nyilván a hasonlónak örül elve alapján a rossz a rosszat keresi. Az édeni bukás után tulajdonképpen kezdett megnyilatkozni az a protagórászi gondolat, hogy mindennek mértéke az ember. Innentől kezdve léptünk be
vagy léptünk rá arra az útra, megint csak úgy fogalmaznék, ami mind a mai napig tart a választás kérdésében, hogy mindennek mértéke nem az Isten, hanem mindennek mértéke az ember? Igen, hát Protagorasz előtt volt már egy nagy görög gondolkodó, aki szabad fordításban egy nagyon nagy mondatot hagyott ránk. Nem leírta, de elveszett minden Hérakleitosztól. Éthos, antropo, daimon, ez a három görög szó. Az ember akkor ember, ha az Isten közelében él. Tehát az ember akkor ember, ha az Isten a mértéke. Ezt akarta mondani Protagorasz előtt pár évtizeddel Hérakleitosz, és ma is azt mondhatjuk, ha isteni mértéket választunk, tehát hogy mit mond a Biblia például, és az legyen a tekintély előttünk, hogy Isten mit mond, akkor egészen más választásokat fogunk tenni, és egészen más irányba megy az életünk, mint ha azt mondjuk, hogy mindennek mértéke az ember, ugye ezt Pál le is vezeti a Római Levél első fejezetében, ha mindennek mértéke az ember, akkor az emberiben is az alantasabb lesz a mérték, egészen odáig, hogy már az állatok lesznek a mértékek, és akkor már Radnótit idézhetjük, az felejthetetlen és megrendítő az a sor, hogy ó, az ember az állatok alja. És akkor már az állatoknál is rosszabbak leszünk. Na, de hát ezt az elmúlt 6000 évben ezer történet, meg ezer történelmi esemény aláhúzza és igazolja, és ez se segít, semmi nem tanít meg bennünket arra, hogy a jó utat válasszuk? Idézted Radnótit, és nekem is van egy megrendítő sor, amit az első eklógájában írt, rengetegszer szoktam erre gondolni, és ez így szól, hogy megszoktam-e szörnyű világot annyira, hogy néha már nem is fáj, undorodom csak. Akkor az ember választása Isten helyett ide vezetett bennünket. Hát igen, végülis az emberi történelem, így mondja Arany János, hogy szomorú egy tanulmány. Sámuel könyvében azt olvashatjuk, hogy Isten azt szerette volna a zsidó népnél, hogy ő legyen a vezetőjük, de a zsidók azt mondták, hogy nekünk is kell király, mint más népeknél szokás. Innentől kezdve léptünk be a politika világába, és ez volt az origó, a kiindulási pont, ami aztán egészen elvezetett napjainkig, hogy az emberek mindig embereket választanak vezetőként, emberekre tekintenek, emberektől várják a megoldást Isten helyett? Hát nézd, a választás az lehet egyéni választás, az egyéni életünkben is nagyon sok választás van, nem? Igen, ideges olyan. Legyek, ne legyek ideg. Indulatba jöjjek, igen. Ne jöjjek innen. Visszavágjak a másik embernek, vagy inkább eltűrjem tőle. Tehát a legfőbb választások, én úgy gondolom, az egyén életünkben vannak. Az a legfontosabb. Az a legfontosabb, mert amit a társadalomban választunk, mondjuk a politikai választás, mondjuk egyik ember ilyen pártra szavaz, a másik amolyan pártra szavaz, ez talán nem annyira befolyásolja annak az embernek az életét, meg a jellemét sem, mint aki például megengedi magának azt, hogy indulatos legyen és odavágjon a másik embernek. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos a társadalmi választás, és a társadalmi választás tekintetében, hogy feltetted a kérdést, arra azt tudom mondani, hogy az emberiség történelmében mindig más mozgásterek voltak. Mert nyilván, ahol egy abszolutizmus van, vagy egy monarchia van, ott nem sok mozgástered van. De ott, ahol köztársaság van, vagy demokrácia van, ott nagyon nagy a mozgástér, csak vigyázzunk, mert az emberi természet annyira gonosz, hogy a nagyobb mozgástéren meg több hibát tud ejteni. Nem? Igen, mert egy monarchia a maga nyugodt világával biztosítja az embereknek a viszonylag csendes életet, igaz, hogy csak annyi kutya csontot dob oda, amennyit jónak lát. A másiknál lehet, hogy jobb falatok is adódnak, de annyira szétmarcangolják egymást az emberek, hogy igazán nem lehet megmondani, hogy melyik a jobb. Én nem tudom kitenni az emlékezetemből, hogy az az ember, akit én az egyik legnagyobb koponyának tartottam a tanáraim között, Németh G. Béla. Az élete végén
talán Alzheimer-es kóros, vagy olyan betegsége volt, hogy elkezdett egy mondatot, már ez olyan 81 néhány éves korában, és a mondat végét már nem tudta befejezni. És egyszer sétálgattunk ott a Szabadsághegyen, és láttam már, hogy nem lehet vele hosszasabban beszélni, hogy rákérdeztem dolgokra. Mondtam, hogy Szofoklész, hát azért nagyon, Aiszkülosz, hát még nagyobb. És akkor mondtam neki, hogy demokrácia, akkor elkampicsorodott, mondtam neki, hogy monarchia, az igen. Tehát ez maradt meg eszembe, mert sokszor az életnek a kényelmesebb vagy csendesebb menetéhez a diktatúra jobban hozzájárul, mint az, hogy állandóan veszekednek az emberek. Nem tudom, hogy neked van-e ilyen tapasztalatod, hogy a Kádár korszakban egyszer-egyszer kijutottam nyugatra. 84-ben voltam először, és hát úgy tűnik utoljára Franciaországban, és itthon ugye csönd volt, nyugalom volt, mert egy párt, az egy párt mindenről megmondott minden. A franciák meg éjjel-nappal vitatkoztak, a vonat közlekedést, minden vita tárgya volt. És akkor én azon gondolkoztam ott a 80-as években, hogy most jó az, hogyha az életben állandóan vitatkozunk, hogy most, hogy 20 frannal több legyen ez, vagy kevesebb, most ez legyen, ez töltse ki az életet. Mm. És akkor visszaemlékeztem arra, hogy Dosztojevszkij is azt mondta, hogy a keleti despotizmus a sokszor emberibb formát ad az életnek, mint a nyugati demokrácia, vagy más szóval az istállónak a melege, az melegebb, mint a márványpalotának a melege. De sokféle oldalról megközelíthetjük ezt, nyilván én csak példakép idézem, nem azt mondom, hogy most menjünk vissza a diktatúrák világába, de valahogy az élet hétköznapi tapasztalat, hogy az ember a jót vagy a jobbat nem tudja jól felhasználni. Igen, igen. 2002-t írtunk, választások előtt volt az ország, másodéves főiskolai hallgató voltam, oda jöttél hozzám, és azt mondtad nekem, hogy ha jól emlékszem, Paksra menjek el, és tartsak egy előadást Jézus és a politika címmel. Hát emlékszem, hogy a többi tanár is fogta a fejét, azt mondja, hogy haját, választások előtt, hogy lehet elküldeni egy főiskolást? Erre nem is emlékszem. Ez most jó volt a részemről, vagy? Jó volt. Azért volt jó, mert elmerültem ebben a kérdésben, és az fogalmazódott meg bennem, hogy amikor az írás azt mondja, hogy az ige testet öltött, és lejött közénk, és mintegy 30 esztendős volt, amikor elkezdte a szolgálatát, akkor abban az időben, Jézus idejében különböző politikai pártok voltak már Izraelben. Tudnál erről néhány szót mondani? Hát ugye politikai pártnak a legnagyobb a farizeusok pártja volt, elkülönülő magyarul, és ők már több mint egy évszázaddal azelőtt elkülönültek az egyszerű Amharetz köznéptől. Erősen nemzeti érzelműek voltak, látszólag nagyon vallásosak voltak, hittek mindenben, amit az Ószövetség tanít. Velük szemben a Sadduceusok pártja az inkább nemzetközi kozmopolita volt, tehát Róma érdekeit előnyösebbnek látták, mint a saját nemzeti érdekeiket. Csak Mózes öt könyvében hittek, és úgy gondolták, ha abban nincs szó a feltámadását, van, mert Jézus bizonyította nekik, hogy van, de ők úgy gondolták, hogy nincs, akkor nem hittek a feltámadásban. Erkölcsileg nem voltak annyira következetesek, szigorúak, mint a farizeusok. Tehát mondjuk a farizeusok voltak a korabeli jobb oldal, a sadduceusok voltak a korabeli bal oldal, aztán voltak ott még Heródes pártiak, akik szemét követtek, voltak zelóták, akik forradalmi eszméket melengedtek, voltak esszénusok, akik kivonultak a társadalomból, ez ilyen kutyapártszerű jelenség, tehát nincs új a nap alatt, mondhatnánk Bölcs Salamonnal, most úgy gondolják, hogy most föltalálták a spanyol viaszkot, szeretném mondani, hogy a Bibliában már ezek megvannak, ezred évekkel ezelőtt megvannak, és milyen érdekes, hogy Jézus egyik párt mellé sem állt,
Sőt, azt mondta Máté Evangélium a 16. fejezete szerint, hogy mind a két nagy párt kovászától, vagyis tanításaitól, gondolkodásmódjától legyünk távol. Mert ha beengedjük a kovászt, akkor az kezdi más irányba megkereszteni a tésztát. Bár római fennhatóság alatt élt a nép, de a zsidók mégis egyfajta ilyen választási hétköznapokban élték az életüket, tehát ezek a politikai pártok is ugyanúgy, mint most napjainkban megpróbálták maguk mellé nyerni az embereket? Hát nézd, viszonylagos önállósága volt a zsidó népnek, túl nagy, nem volt túl nagy ez az önállóság, de most megkérdezlek, hogy egy kis ország, mint Magyarország, vagy bármely más kis ország, Szlovákia, Szerbia, amit akarsz, olyan nagy tétje van a választásoknak, hogy egész más irányba lehet vinni egy kis országot, vagy egy kis ország az eleve már a nagyhatalmak játékszere. Máté evangéliuma 27. fejezetéből szeretnék felolvasni a 15. verstől a 26. versig egy történetet, ez is választásról szól. Ünnepenként pedig egy foglyot szokott szabadon bocsátani a helytartó a sokaság kedvéért, akit akartak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barrabásnak hívtak. Mikor azért egybe gyülekeztek, mondta nékik Pilátus, melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néktek, Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak hívnak, mert jól tudja, hogy irigységből adták a kezébe. Amint pedig az ő ítélő székben ült, küldött ő hozzá a feleség, és ezt üzente, ne avatkozzál a mag igaz ember dolgába, mert sokat szenvedtem ma álomban ő miatta. A főpapok és a vének pedig rábeszélték a sokaságot, hogy Barabást kérjék ki, Jézus pedig feszítsék. Felelvén pedig a helytartó mondta nékik, a kettő közül melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néked? Azok pedig mondták, hogy Barabást. Pilátus pedig látván, hogy semmit nem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vett, megmosta a kezeit a sokasság előtt, és mondta, ártatlan vagyok ez igaz embernek véréből, ti lássátok. És felelvén az egész nép mondta, az ő vére mi rajtunk, és a mi magzatainkon. Akkor elbocsátották Barabást, Jézus pedig megostoroztatták, kezükbe adták, hogy megfeszítsék őt. Nekem ez nagyon megdöbbentő ezt végigolvasni, választás Jézus, vagy Barabás. Ennél a választásnál milyen tömeg, lélektani jelenség nyilvánult meg? Kézenfogható dolog az, hogy a nagy tömegeknél nincs értelem, hanem csak érzelem nyilvánul meg. Ahogy Daniel Goldman fogalmazott az Érzelmi Intelligencia című könyvében, hogy az eluralkodott érzelem mellett az értelem nem rúg labdába. Tulajdonképpen itt Sátán rá tudta venni a tömegeket, hogy árulják el az Istent, válasszanak helyette egy bűnöst, mert tudta Sátán, hogy a tömeg lélektani hatás az mindig az érzelemre irányul egy-egy ilyen választásnál, és nem az értelemre. Igen, de az érzelmeket kikorbácsolta fel a tömegben. A tömegnek úgy alapvetően olyan, mint a szabadság is a tömeg, egy semleges valami. Ha a tömeg elkezd menetelni, ma is bedobnak egy kifejezést, elkezdenek skandálni valamit. Tehát a tömeget azért irányítják, és tudjuk jól, hogy ezt a tömeget a főpapok irányították. Ha a főpapok nem irányították volna ezt a tömeget, nem ragadt volna az ő gonosz lelkületük rá a tömegre, hát lehet, hogy a tömeg más választáshozott volna, nem? Tehát azért itt egy manipulált tömeg volt. A tömeg az van, amikor nem manipulált? Van olyan tömeg, hogy kimegyünk az utcára, és akkor ott nagyon szép, értelmes szónoklatokat hallunk, és akkor ott eldöntjük ezek hatására, hogy mit kövessünk. Lehetséges, hogy van, de itt ebben az esetben, itt mélységesen befolyásolt tömeg volt, és ugye több bekiabálás is volt, amit az evangéliumok föl is jegyeznek, mert például, amikor az első kihallgatás során holtpontra jutott a helyzet, és Pilátus már éppen szabadon akarja bocsátani Jézust, akkor valaki bekiabál,
hogy ő az, aki Galileától Júdeáig fellázítja a népet. És amikor ez a Galilea szó megüti Pilátus fülét, hát itt van Galilea negyedes fejedelme, akkor átküldöm Herodeshez, ítélj el őt. De is egy bekiabálás hatására döntött így Pilátus. Aztán amikor visszajönnek, mert ott végül is eredménytelen volt a kihallgatás Herodes előtt, a Herodes Antipász előtt, és Pilátus megint eljut oda, hogy akkor már János 19. fejezete ki is mondja, hogy igyekezett szabadon bocsátani. Tehát meghozza az előkészületeket, hogy szabadon bocsássa. Akkor megint jön egy bekiabálás, ha hogy szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Igen. Tehát elég egy bekiabálás. Elég a tömegnek a felajzása és az uszítása. Megint mondom, talán az első beszélgetésünkkor említettem neked, hogy édesapám mindig hallgatta a Szabad Európát, meg az Amerika hangját. Édesanyám meg nemes egyszerűséggel azt mondta, hogy ezek csak uszítanak. Hát csak bennünket felhasználnak arra, hogy itt az elégedetlenség légköre alakuljon ki, de egy kis ujjal nem segítenek, akkor minek jó a férfiak részéről ez a nagy politizálás, amikor csak az egész hőbölgés tulajdonképpen. A vallási vezetők akkor arra játszottak rá, ami mind a mai napig tart, ha nézzük a világtörténelmet, hogy nagyon könnyen a tömegeket lehet manipulálni, bedobunk egy-két olyan mondatot, egy-két olyan jelzőt, és azonnal a magunk oldalára tudjuk állítani őket. Tulajdonképpen akkor erről van szó? Hát, de az egyes embert is könnyű manipulálni, hogyha ha belül nem erős. Ha belül nincs hite az embernek, nem tudja az irányt, akkor ezzel, azzal, amazzal nagyon gyorsan át lehet állítani más irányba. A tömegnél azért még nehezebb a helyzet, és hát könnyebb ebből a szempontból, mert hát ahol ott van mondjuk 100 ember, gondolod, hogy ez a 100 ember az egységes a gondolkodásában? Ha már ott bizonyos gondolkodásbeli ellentétek vannak, akkor ott nagyon könnyű kicsiholni valamit, ami egész más irányba állíthatja a dolgot. Akkor jól látta ezt Daniel Goldman, hogy az eluralkodott érzelem mellett az értelem nem rúgott. Igen, de ugyanakkor van egy másik könyv is, a Magányos tömeg, hogy szegény tömeg, hát ki fogja a tömeget felvilágosítani? Babits Mihály a két világháború között nagyon sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel is, hogy nagyon következetes gondolkodó volt. Van egy ilyen tanulmány, hogy tömeg és nemzet. És azt mondja, mi a különbség a tömeg meg a nemzet között? A tömeg azt mondja, az egy alaktalan massza, azt afelé hajlítod, amerre akarod. Én azt szeretném, hogyha a mi nemzetünk az egyének összessége legyen. Tehát, hogy már Széchenyi is mondta, kiművelt emberfők, mert a művelődés, a gondolkozás, főleg meg a hitrejutás, az biztos szövegeket ver le, amitől se jobbra, se balra nem tér el az ember. A tömeget oda viszed, ahova akarod. Egyszerre beleviszed az ingoványba, egyszer beleviszed a folyóba. Körülbelül így lehetne ezt jelképesen mondani. Tehát az lenne a jó, hogyha az egyének vennék komolyan a dolgot, és egyénileg vennék komolyan a szabadságot, ne a tömegnek a mennyiségi elejében, mert most végülis összejön 50 ezer, 100 ezer, miféle számháborúkat hallottuk az elmúlt hónapokban. Most egyik azt mondta, hogy 20 ezer, másik azt mondta, hogy 50 ezer. Tehát aztán régen ugyanakkor a tömegre épít, mert hogyha azt mondja, hogy régen még 1 milliót is mondtak arra, ami mondjuk 15-20 évvel ezelőtt. 2 milliót. Igen. Tehát akkor végülis ez az ütőkártya, hogyha van 1 millió ember, akkor már térdre kényszeríti a hatalmat, vagy nem tudom én mit. Tehát a tömegnek ilyen szempontból a felhasználása, aztán jönnek az influencerek, jönnek a politikusok, ez megint a további sötétségek újabb és újabb fejezetét képezik. Térjünk át napjainkra. Otto von Bismarck, német, egykori német kancellár, érdekes gondolatot fogalmazott meg, szó szerint olvasom. Az emberek a legtöbbet vadászat után, udvarlás közben és választások előtt hazudnak.
Hogy látod ezt? Igen, hát nyilván a felfokozott indulatok nagy ígéretekre sarkallanak, túlzásokra, az ellenfélnek a becsmérlésére, hát aztán néhány hónap után minden visszazökken az eredeti kerékvágásába. De azért nagyon érdekes, hogy számomra a választások előtti nagy hajcivő mindig azért tanulságokkal van tele, hogy gondolkoznak az emberek, mit akarnak, mi a döntés, mi a választás. Mert ugyan a politikai választást a legcsekélyebb választásnak tartom, sokkal csekélyebbnek, mint azt, hogy a hétköznapokban segítek egy másik emberem, vagy nem segítek. Adok egy szelet kenyeret, vagy nem, befogadom a házamba, vagy nem. Ezek sokkal nagyobb választások, mint hogy melyik pártra szavazok. És aztán arra is gondolok ilyenkor, hogy milyen csodálatos Isten, aki megígéri nekünk, hogy az csak akkor ér véget majd a világ történelme, ha emberhez méltó választás elé kerül minden ember. Mert a Máté 24:14, hogy majd amikor az Isten országának ez az evangéliuma bizonyságul hirdetették minden népnek, csak akkor jöhet el a vég, ameddig mindenki nem választ igazán, addig nem jöhet el az utolsó hét csapás, nem jön el Jézus másodszor. Tehát Isten maga gondoskodik arról, hogy egy politikai választásnál sokkal magasabb rendűben, egy erkölcsi választás, egy hitbeli választás legyen minden ember osztály része. Igen, csak én azt gondolom, hogy az emberek nagy többsége, természetesen tisztelet a kivételnek, úgy gondolkodik, hogyha az a politikai hatalom vagy párt nyer, akire én szavaztam, az abból egyenesen az következik, hogy abból nekem nagyon jó dolgom lesz. Igen, és nem gondolják meg ezt, hogy tulajdonképpen itt az egyéni választása az, ami döntő, de az ő életüknek az egyéni döntése előtt megállnak, és majd akkor fogok tudni jó döntéseket hozni, hogyha az a párt nyer, akire én szavaztam. Ma nem ez van? Igen, de ezért kellene keresztény szempontból tudatosítani, hogyha egy keresztény ember elmegy választani. Mert ugye mi ezt lelkiismereti kérdésnek tartjuk. Tehát senkit nem ítélünk meg, hogyha nem megy el választani, senkit nem ítélünk meg, ha a bal oldalra szavaz, és senkit nem ítélünk meg, ha a jobb oldalra szavaz, sem akkor, ha ezt nem teszi nyilvánvalóvá, sem akkor, ha ezt nyilvánvalóvá teszi. Tehát ezt tudatosítani kellene, hogy a politikai választás az lelkiismereti kérdés, az alapján senki ember nem megítélhető. Ez az ő felfogása. És mi keresztények, ha elmegyünk választani, akkor mi nem annyira politikai pártot választunk, hanem a kereszténységnek megfelelő, legfőbb erkölcsöt biztosító pártra adjuk le a szavazatot. Tehát, ha egy párt nem garantálja, nem biztosítja a lelkiismereti és vallásszabadságot, most hadd ne soroljam fel az elmúlt 33 év magyar pártjait, amelyek nem mondták azt, hogy te azt választhatsz, amit akarsz vallásban, hitben, hanem be akartak irányítani téged egy bizonyos irányvonalba. Erre én nem szavazhatok, mert a minden embertársamnak a legnagyobb értéke, hogy Isten szava mellett dönt, vagy egy hagyomány mellett dönt. De választanál egy olyan pártot, aki szavatolná egészen biztosan azt, hogy az államot és az egyházat szétválasztva kell működtetni? Hát az a legkevesebb. Tudom, hogy annál a pártnál meg máshol lehetne fogást találni. Valaki azt mondhatná, hát könnyű, mondták a 90-es évek, persze a posztkommunisták most beszélnek a liberalizmusról, meg vagy bármit, miért nem csinálták 35 éven keresztül? Most könnyen beszélnek, mert így akarnak szavazatokat nyerni. Na de hát, hogyha egy másik párt, ami a kereszténységre hivatkozik, de nem biztosítja a lelkiismereti és vallásszabadságot, vagy nem teljesen biztosítja, akkor arról mit gondoljak? Akkor minden dől.
Hogy hát, hát akkor minden dől, mert akkor lehet mondani, hogy nemzeti, meg hogy nemzeti értékek, meg hagyományok, meg hazai piac, meg nem tudom mi. Olyan pártot nem találsz, ami minden tekintetben megfelelne a kereszténység igényének, mert akkor azt Isten országának nevezik, és azt Jézus hirdette meg, hogy az én országom nem e világból való, és mihez hasonlítsam az Isten országát. Tehát emlékszem, hogy a mi gyülekezetünkben ugye a 90-es években elég sok vita volt így küldött gyűléseken, és ott hangzott el, hogy mi nem pártra szavazunk. Mi olyan értékekre szavazunk, amelyek biztosítják az embereknek azt, hogy szabadon gondolkozzanak, utána járjanak, döntsenek, és nem manipulálják az embereket, hogy majd akkor jobb lesz az életed, ha ebbe a pártba sorakozol be, vagy ebbe az iskolába iratod be a gyerekeidet, mert most végig... Te látsz ilyen értékeket most, amit felsoroltál? Hát ezek mindig megmaradnak. De vannak olyan pártok, vagy olyan párt, aki szerinted ezen értékek szerint kampányol? Hát legalább mondja, hogy külön kell választani az államot és az egyházat. És aki nem mondja, és a kettőt úgy összevegyíti, és kifejezetten utazik arra, hogy a vallásos emberek szavazatát megnyerje, mert hogy ott az a szlogen, hogy aki keresztény, az csak jobboldali lehet. Mindjárt kitérek erre, nagyon fontos, mert ez külön kérdés lesz. De előtte még azért egy kényes kérdést hadd tegyek fel. Szerinted, megint ez egy költői kérdés, véleményem szerint, minél nagyobbat hazudni, annál jobban lehet tömegeket manipulálni, bárhol a világon a hazugságra, a manipulációra, a hamis ígéretekre, a félelemkeltésre szerinted lehet választási kampányt elindítani? Találtam egy Arany János gondolatot választási vereségről címmel, és azt írja, háromszor szavaznánk, és mégis veszítenénk, mert az ellen négyszer szavazott. Igen. Hogy látod ezt a kérdést? Hát nézd, a tömegbefolyásolás az egyre nagyobb. De hogy ne menjünk messzire, te elgondolkoztál azon, hogy miért kellett a magyar választási rendszer több mint 200-szor megváltoztatni? Elgondolkoztál azon, hogy miért kellett újra szabni a határokat? Hogy miféle cégek működnek közre abban, hogy bármi legyen is a választás, akkor is az legyen, amit mi akarunk. Tehát ez már azt gondolom, hogy nem a köztársaság vagy a polgári demokráciának a felfogása, ez már olyan, mint a kék cédulás szavazás, vagy a többi manipulált szavazás. Egyébként Petőfi könyvemben leírtam azt, hogy az első szabad magyar választás is hogy zajlódott le 1848. júniusában, amikor Petőfi csúfondárosan megbukott szabadszálláson. Ugye először is akkor a nőknek nem volt választójoguk, az 1918 után lett csak meg. A férfiak közül is, nem tudom én, a egyszerű paraszt vagy jobbágy embernek nem volt. A polgár, kézműves, nemes embernek úgy volt, hogy a kocsmaudvaron leitatták, akkor behívták a kocsmába, felállították egy asztalot, el kellett nyíltan mondani, hogy kire szavaz, név szerint megjelölve, és utána volt a titkos szavazás. Tehát ez bohózat volt. Bohózat volt. Ma is tulajdonképpen a Mark Twain-i mondást tudjuk idézni, aki azt mondta, hogy csak nem gondoljátok meg, hogy a szabad választással megengedik azt, hogy az legyen, amit ti akartok. Tehát itt olyan ellenerők működnek közre, lehet mondani a világ hatalmasainak, hogy nem is tudom minek, de hol találod ezt meg, ezt a úgynevezett, ugye Bogár László nem létező világerőnek nevezi, mások háttérhatalomnak nevezik, nem tudom én minek, ilyen fantomot csinálnak belőle, pedig a Biblia világosan mondja, hogy ez sátán. Sátán az, aki gúnyt akar űzni a szabadságból, gúnyt akar űzni a választásból is. Tehát a kérdésén azt tudnám válaszolni, hogy nagyon nehéz ezt így megítélni. És ezért ragaszkodom ahhoz, hogy ez lelkiismereti kérdés. Nem tudom, hogy észrevetted-e, hogy az elmúlt 33 évben Magyarországnak a legnagyobb része nem ment el szavazni. Igen. Tehát kb. 40% vagy 35%
többség nem ment el szavazni. És akkor így összeáll az a rend, amit körülbelül a 60%, és azon belül is olyan listás, meg egyéb más dolgokat tesznek, hogy végül is 2-2,5 millió ember eldönti, hogy mi kell a 10 millió vagy 9 millió embernek. Tehát messze vagyunk attól, hogy ez igazságos lenne ez a szavazás. Egy kedves kommentelő azt kérdezi tőled, hogy egy keresztény ember hogy lehet baloldali? Már ezt átértette, hogy nézte az előadásodat. Már az elsőt, amikor a Magyar Péter jelenségről beszéltünk. Aki jobboldali, csak az lehet keresztény? Igen, tehát ezért mondom, hogy ez lelkiismereti kérdés, mert ha valaki úgy gondolja, hogy Krisztus tanítása közelebb van a baloldalhoz, mert végül is a szegényeknek való tanítás, bár Krisztus nem politikai programot hirdetett, erkölcsi leg akarta megváltoztatni, és tudja is megváltoztatni a világot, aki enged neki. De Magyarországon ez is az uszításnak az egyik formája, hogy azt akarják belesújkolni az emberekbe, hogy aki keresztény, csak jobboldali lehet. Én ezt tagadnám. Én azt mondanám, hogy a keresztény talál a jobb oldalban is olyat, amit elfogad, talál a bal oldalban is olyat, amit elfogadhat, de a döntő dolga a két mérleg között különbséget kell tenni, tehát ami döntő dolog, hogy a lelkiismereti szabadságot kibiztosítja. Mert ha a jobb oldal a legszebbet ígéri, hogy templomokat épít, amikor már nem az államnak kell templomot építeni, hanem az illető gyülekezetnek. És a legszebb egyházi iskoláknak adja a sok pénzt, stb. És azt mondják, hát akkor mi keresztény nemzet vagyunk, és csak a jobb oldalra lehet szavazni, hát a bal oldal megvonja a keresztény iskoláktól a pénzt, a jobb oldal nem ad, vagy a bal oldal nem ad a templomok építéséhez pénzt, akkor hogy lehet? De ezt nem így kell mérlegelni. Úgy kell mérlegelni, hogy a lelkiismeret és vallásszabadságot melyik oldal biztosítja. Ha most a jobb oldalon is vannak már törekvések, hogy biztosítani kell a lelkiismeret és vallásszabadságot, figyeld meg, hogy a hatalmi jobb oldal rögtön beteszi a baloldali kategóriába őket, mint Magyarországon a Márki-Zay Pétert, vagy a Magyar Pétert is. Rögtön azt mondják, hogy ez baloldali, mert hát nem mi velünk van. Itt szeretném újra elmondani, hogy a jobb oldal odáig ragadtatja magát, hogy meghamisítja a Bibliát. Mert Jézus nem azt mondta, hogy aki velünk nincs, az ellenünk van, hanem azt mondta, hogy aki velem nincs, az ellenem van. Ha valaki ezt többes számba akarja alkalmazni, és mint egy az egyik oldalt akarja kinevezni a kétségkívüli jobbnak, ennél nagyobb hazugság nincsen. Tehát azt üzenem a kedves kommentelőnek, hogy gondolja végig ezt a kérdést. Én őt nem ítélem meg, ha jobboldaliként, vagy keresztényként a jobb oldalra szavaz, de ő se ítélje meg, ha valaki baloldaliként kereszténynek mondja magát, de a legjobb az, hogy a keresztény az legyen keresztény, sem nem jobboldali, sem nem baloldali, mert Jézus Krisztus országáért élni, ez nem tűr kirekesztést. Tudnék, a jobb és baloldal azért óhatatlanul kirekes, sőt egyre inkább kirekeszti a másikat. Aki keresztény ember, az az ateistában is meglátja azt az embert, akiért Jézus meghalt. A római katolikusban is meglátja azt a félrevezetett embert, akiért Jézus meghalt. A protestánsban is meglátja azt az elgyengülő hitű embert, akiért Jézus meghalt. Tehát a bibliai kereszténységre lenne szükség, és hogy ha a bibliai keresztény elmegy szavazni, vagy nem megy el szavazni, én azt nem ítélhetem meg. Ezért én nem is szoktam megmondani azt sem, hogy elmegyek, vagy nem megyek el szavazni. Hát ez a te magánügyed. Igen, de volt olyan, érdekes módon volt olyan jobboldali ember, téged is erőltetett, mert adott nekünk ugye kocsikat, és ő nagyon markánsan jobboldali volt, és miután elmertük neki mondani csak azt, hogy nem mentünk el szavazni, vagy pláne azt, ha elmentünk és nem arra szavaztunk, akkor vissza akarta volna venni az adományt, vagy súlyos dolgokkal megilletett volna bennünket. Amúgy meg egy nagyon jó szívű ember volt. Hát jó szívű ember volt, és lehet, hogy magában
viccnek tartotta az egészet, csak hát szeret az ember játszani. Igen. És amikor megkérdeztem tőle, hogy ezt hogy gondolja, akkor azt mondta, hogy aki hatalmon van Magyarországon, az azt tesz, amit akar. Hát én azt mondtam, hogy én viszont nem ilyen országban szeretnék élni, hanem olyan országban, ahol a közügyeknek a rendezése, az felelősséget hordoz magában. Térjünk még vissza arra, amit mondtál, mert elgondolkodtam ezen, hogy lelkiismeret és vallásszabadság. Ma szerinted a nagy tömegek ebben gondolkodnak, hogy számukra ez a legfontosabb, vagy a mindennapi megélhetés? Nézd, a nagy tömegek nem ebben gondolkoznak, de mi nem kiszolgáljuk a nagy tömegeket, mi szolgálni akarjuk. Tehát mi viszont tudjuk, hogy az embernek a legértékesebb része a gondolkodás, és a gondolkodás végén a döntés és a választás. Tehát az emberek, ha nem ebben gondolkoznak, ez annál nagyobb baj. Mert a megélhetést az nem az biztosítja, hogy hány forintot keresnek, hanem az biztosítja a megélhetést, hogy hogy gondolkoznak, hogy munkával szerzik-e a pénzt, hogy takarékosak-e, hogy beosztóak-e, hogy olyan élvezetekről nem mondanak-e, mint a szeszes italok, a dohány és a többi, mert mérhetetlen sok pénz megy el. Én azt gondolom, hogy Magyarország tragédiát nem az szerzi elsősorban, hogy jobb vagy baloldali kormánya van, hanem azt szerzi, és ez felméréseim, ezt járom az országot, Kelet-Magyarországon körülbelül 100 000 forintot vernek el emberek hiába valóságra, Nyugat-Magyarországon ez 80 000 forint, mert most a Mátrában beszéltem egy munkás emberrel, aki bevallotta, hogy egy hónapban 300 000 forintja megy el cigarettára. Hát mondtam, hogy ez egy házára, azt mondja, nem egy ház, ez már 2-3 ház. A felelőtlenséget, a gondolkodás hiányát. És itt mi vagyunk a hibásak, hogy a Bibliát nem sikerült elterjeszteni mindenhol ebben az országban. Nincs biblikus kultúra, nincs Krisztus követése, mert az, hogy elviszik a gyereket, unokát, nem tudom én, megkeresztelik bérmájákat, semmi köze nincs a valódi, a tényleges, a hétköznapi keresztény élethez. Itt vannak a nagy problémák. Aztán, hogy a jobb és baloldal, ha egyik után a másik kerül hatalomra, sajnos az ország erkölcsi helyzete nem változik meg, legfeljebb egy kicsit a légkör nem lesz annyira folytó. A mostani magyarországi választás előtti heteket, hónapokat, napokat, hogy látod lélektani szempontból? Én végigkövetem azért a dolgokat, este lefekvés előtt megnézem, hogy mi folyik az országban, mert hiszen emberek közé megyek, és hát látnom kell, hogy az emberek mi iránt érdeklődnek. Engem megdöbbent az, hogy Magyar Péter az egész országban óriási tömegeket tud felrázni. Ez nem is az ő érdeme, vagy az ő kiválósága, hanem az, hogy itt valami nagyon félresiklott ebben az országban. Nagyon rossz útra ment, csak hát a király mesztelen mondatát nem merte senki se kimondani, de ha valaki kimondja az igazságot, csak annyi, hogy 2x2=4, rögtön óriási tömegek állnak mellé, hát persze lehet mondani, hogy majd ebből is az lesz, emlékszem, amikor a rendszerváltás után az első választás ugye megnyerte az MDF és koalícióba, illetve hát megosztoztak az SZDSZ-en, az jelölte a köztársasági elnököt, az MDF ugye a kormányt. Aztán amikor a második választás is a Fidesz elveszítette, sokan mondták, hogy hát nem a fiataloknak kellett volna megadni a lehetőséget. Miért hívták vissza ezeket a kommunistákat, hogy most a Horthy Gyula pufajkás, 94-től 98-ig, miért egy pufajkás vezeti az országot? Aztán a harmadjára a Fidesz végül is megnyerte nagyon érdekes módon, amit érdemes elemezni, hogy
vallás ellenes pártból a legnagyobb zászlóvivője lett az egyházakkal való, főleg a katolikus egyházzal való együttműködésnek, és hát azóta is aztán tart ez a folyamat az országunk legnagyobb kárára, mert ott, ahol a vallást és a politikát összeboronálják, ott csak a legsötétebb dolgok. Előbb mondtam, hogy Jézus azt mondta, hogy óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától, ez Máté 16, de a Lukás 14-ben azt mondja, hogy mindenek előtt a farizeusok kovászától óvakodjatok, ami a képmutatás. Ezt is sokszor elmondom, az emberek elképedve néznek rám, és mondom, hogy az egyik rossznál van egy másik, nagyobb rossz. Rossz dolog, hogy káromkodnak, hogy szitkozódnak, hogy erkölcstelenek, hogy istentelenek, de még nagyobb rossz az eltorzult vallásosság, mert ott az Isten nevében teszik ugyanezt, csak azt a látszatot keltik, mintha hívők lennének, és ezzel sokkal több ember tudnak becsapni. Például a Magyar Péternek hallgatom, hát szinte mindenütt ugyanazt mondja el, de úgy látszik, ez is arra a lélektanra épül. Ez egy lélektani hatás. Lélektani hatás, hogy ott élőben hallják az emberek, nem a világhálón hallják, és ott többször elmondja, hogy a magát nemzetinek, a magát kereszténynek, a magát családbarátnak nevező kormány. És valóban én azt gondolom, hogy a hatalomgyakorlást, ha valaki elrontja, ha visszaél vele, akkor lép életbe az a bibliai törvény, hogy Isten tesz királyokat és dönt királyokat, és akkor lejár a bizalmi ideje annak a hatalomnak, mert ha valaki jól kormányoz, te tudod, hogy Svájcban hány kormányváltás volt, vagy Norvégiában? Egyik barátom szokta mondani, hogy legjobban akkor tennénk mi vérmes magyarok, ha Norvégiát felkérnénk, vagy Svájcot felkérnénk, hogy kormányozzák. Fizetünk X összeget, és akkor csönd van, mindent a legjobban csinálnának szakértői szinten, mert sajnos ugye ez nyilván az utópiának a dolga. Most mindenféle, ahogy Sándor György híres humorista mondta, kölcsözöm tőle, mindenféle produkció nélkül szeretném felolvasni Babits Mihály Jobb és Bal című versét, és akkor ezzel kapcsolatosan lenne egy kérdésem. Láng, láng, meddig cibálnak badar szelek jobbra és balra? Hajlik a láng jobbra, hajlik balra, de mit neki jobb és bal, ki csak fölfelé tör? Melyik égtáj mondhatja őt övének? Jobbra vagy balra csak rokont keres, kit áttüzesítsen, s magával röpítsen. Ki állíthat jobbra vagy balra engem? Labdázzatok, mindenkié vagyok. Csak majd az Isten, ha az ítélet trombitája szól, állít jobbra vagy balra. A többi játék, noha sírnom kell rajta. A többi játék bolond, noha véres, vadjáték olykor, melyben a szegény méla gyerek szédülten, ütlegek közt ing, míg el nem jő apja, s kézen fogva el nem viszi ing, mint a báb dülöng bizonytalan színpadán. Stán ilyen báb vagyok én is, de a bábot drótjai tartják, s tudjátok meg, izmos drótjaimat nem két felülről rángatják, hanem valaki felülről igazítja, kimondhatatlan ujjal. Ennek a versnek van mondani valója napjainkra? Hát főleg napjainkra van, mert Babits ugye keresztény gyökerekből származó, katolikus hagyományból származó költő, akit persze megbélyegeztek, hogy baloldali. Tehát ő is megkapta azt, mint én is, hogy hát kereszténynek mondja magát, és baloldali, itt valami nincs rendben. De hát Babitsot is azáltal, hogy a nyugat munkatársa volt, azáltal, hogy a zsidósággal kapcsolatban más véleményhez tartotta magát, azáltal, hogy megmerte magának engedni, hogy a Horthy rendszerrel, sőt Klebelzer Kunóval is, akit ma olyan sokat ajnároznak, joggal egyébként, mert jó kultuszminiszter volt, de azért, amikor ő elmondta ez a derék kultuszminiszter, hogy most nem jeremiásokra van az országnak szüksége, hanem koppányokra, akkor Babits megírta a Holt próféta hegyen című versét, hogy ülök egy domtető, mint a mor Jerémiás,
Talán Babis nem is vette volna elő Jeremiás könyvét, ha a kultuszminiszter nem mondja, sajnos Jónást ugye elővette, és Babis nagyon szépen megmutatja azt, hogy ha jobbra és balra elismerünk értékeket, mert milyen szép lenne az, hogy mindegyik oldal elismerni a másik értékeit, tanulna belőle és magába építeni, de az ott csak rokon lelkeket keres. Az igazi irány az fölfelé van, mondja Babis. Én azt gondolom, hogy ez az igazi keresztény magatartás. Tehát nem mondjuk azt, tehát, hogy aki keresztény, az csak jobboldali lehet, mert ez a magyar demagógiának egyik fejezete. Utolsó előtti kérdés, nem szeretném kihagyni. Ha elővesszük Jelenések könyvét, és ugye a 13. fejezetről mi már beszélgettünk, ami egyértelműen megmutatja számunkra, hogy a történelem végén ki lesz az a két hatalom, aki bevárja Jézus második eljövetelét. És a 13. fejezet 3. verse, a 14. fejezet 4. verse választásról szól. Mert az egyik azt mondja a nagy tömegetre, hogy az egész föld csodálván választja, követi majd a fenevadat, tehát politikai hatalmat. A 14. fejezet pedig azt mondja, hogy követik a bárányt, valahová megy. Tehát a történelem végén egyértelműen, kristálytisztán el lehet majd dönteni, hogy politikai, valláspolitikai hatalmat, vagy pedig Jézus Krisztust akarom-e követni. Hát ezt ígéri a Biblia. Na de ehhez kell a Szentléleknek egy olyan kiáradása, amit mi még most nem látunk. Azért is vagyunk ilyen tehetetlen helyzetben. Ezért is a jobb meg bal oldal szinte megmerevülő válaszfal két oldalán áll, de amikor a Szentlélek kiárad, amikor Isten maga veszi kezébe a dolgok irányítását, Jézus, aki eljön, maga veszi kezébe a második eljövetelének előkészítését, akkor azt hiszem, hogy ő megtalálja majd azokat a pontokat, amelyeken kétségbe vonhatatlanná teszi azt, hogy ez az ő útja, a másik út, amelyet szintén kereszténynek, vagy isteninek hazudnak, az viszont semmiképp nem az ő útja. Tehát tulajdonképpen Isten rá fogja vezetni a gondolkodó embereket, hogy se nem jobb, se nem bal, ahogy Babis fogalmazott, hanem én fölfele tekintek. Hát igen, de emlékszel rá, hogy Csurka Istvánnak is ez volt a jelszava, hogy se nem jobb, sem nem bal, hanem magyar. Márki-Zay Péter is azt mondja, hogy nem jobbra, nem balra, hanem fölfelé. Valahogy próbálták ezt intonálni sokféleképpen, úgy tűnik, hogy ez a népességnek olyan 5-10%-át tudja megszólítani, vagy talán annyit sem. Most a közvéleménykutatások szerint például a Hódmezővásárhelyi polgármester 1-2%-ra számított. De nyilván én úgy látom, hogy a Magyar Péter féle irányzata szinte átveszi ezt, és viszi tovább, de megfejeli más dolgokkal. Ott is vannak veszélyes futamok, ahogy a WHO-t és a Covid dolgot nézem, és hát az Európai Unióval kapcsolatos dolgokat, de hát olyan pártot még nem találtak ki, ami teljesen igazságos lenne, hanem csak olyat, ami mondjuk a tömegek, a becsapott vagy csalatott tömegek vágyának jobban megfelel. Mert azért az elmúlt hetekben azt láttuk, hogy a kormánypártok azért buszokkal is kevesebb ember tudtak odavinni, nem tudom én, a Nemzeti Múzeum elé, vagy most a Margit-szigetre, mint a spontánul meghirdetett, vagy Facebookon meghirdetett, mert gondolom, minden este megnéztem azt az 5-6 helyet, és akkor kíváncsi voltam, hogy Szolnokon is kimennek, vagy Kecskeméten is kimennek, vagy még Nyergesújfaluban, vagy Esztergomban is kimennek, és úgy látom, hogy vagy most... Vagy a Margit-szigetre is kimennek. Hát a Margit-szigetre gondolom másféleképpen mentek ki, azért ez egy másfajta kimenetel, de hát, ahogy mondják, nem ez dönt, hanem majd a választás dönt, és hát a választásoknál is, hogy mi fog történni, mi nem fog történni, ez is még egy külön téma.
aki majd megnézi ezt a beszélgetésünket június 9-e után, az láthatja azt, hogy mi nem jobbra vagy balra szavazunk, hanem mi elvre szavazunk, és a mi reménységünk, ahogy Péter apostol mondja, hogy mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. A földi országok közül még egyik se tudta megtenni a 6000 éves történelem során, hogy igazság lakozik. Szokták mondani, hogy Periklész például a halálos ágyán bocsánatot kért az ellenségeitől. Milyen szép gesztus legalább bocsánatot kérni, de ugye ez nem egyenlő azzal, hogy igazság lakozik. Szép volt a magyar reformkor, de a magyar reformkor aztán beletorkolott a forradalomba, a szabadságharcba, és szétment szinte minden, és újra kellett mindent kezdeni, és az az újrakezdés 1867 után nem olyan volt, mint az 1825-ös első kezdet. Igen. A mi országunk is vergődik, mint egy kis ország, szerencsétlen kis ország. Én azért, ha vezető lennék, ezt többször elmondanám, hogy kis ország vagyunk, és valóban inkább az igaz, hogy merjünk kicsik lenni, mint merjünk nagyok lenni, mert ha kicsik vagyunk, és a bolha nem ugrál annyira, akkor az elefánt se tapos rá olyan sokszor. El kell fogadnunk, hogy még 9-10-12 milliós magyarság, mi nem tudunk akkor se irányt mutatni a világnak, ha valami különleges elképzelésünk van a világ folyásáról. Azért mondom, hogy különleges, mert semmelyik magyar hatalom sajnos nem tanul a bibliai kijelentésekből, de semmelyik brit vagy francia vagy amerikai hatalom se tanul a biblia kijelentéseiből. Az az illető milliárdos, aki bennünket is fenyegetett, hogyha nem szavazunk erre vagy arra, ő azért odaadta az ország vezetőjének a Pátriárkák és Proféták című könyvet azzal a beírással, hogy a világ teremtőjétől nem szégyen tanulni. Igen. Így látjátok ti, hogy látja a Biblia. Az első alkalommal beszélgettünk a Magyar Péter jelenségről, második alkalommal melyik a jó államforma, utána a generációk harcáról, majd nem titok az egészség, az elmúlt alkalommal a háború kérdéséről, most a választásokról. Miért tartottad fontosnak, hogy ebben a hat részben ezek a kérdések felszínre jöjjenek? Hát gondolom, ezek az időszerű kérdések. Az emberek jobban odafigyelnek arra, ami minden nap foglalkoztatja őket, és kevéssé találják meg a keresztény választ is ezekre. Vagy úgy látod, hogy a kereszténység itt, az igazi kereszténység az talpra állt, és tud utat mutatni sajnos az embereknek. Sajnos hát legalább a magunk szerény módján néhány bibliai igére hivatkozva, néhány összefüggésre számítva a gondolkodó és megértő emberekre, akik nem odavágnak valamit az arcodba, hogy te most ilyen vagy, vagy olyan vagy. Hát mi reménykedünk abban, hogy semmilyen szó, ami igaz, Istentől jövő szó, az nem tér vissza hozzá üresen. Június 9-én választ az ország. Szinte olyan felfokozott hangulat van, minthogyha nem is európai parlamenti választás lenne, hanem kormányváltás Magyarországon. Mit üzensz az embereknek ezekben a napokban? Hát őrizzék meg a nyugalmukat, és ne felejtsék a bibliai kijelentést, hogy minden embert tiszteljetek. Ezt üzenjük a jobb oldalnak is, és a bal oldalnak is, mert jobb és bal oldalon is emberek vannak, vagy hogy mondja József Attila, emberek nem vadak vagyunk. Szívünk még vágyat érlel, nem kartoték adat, és jöjj el szabadság, teszülj nekem rendet, jó szóval oktasd, lát és játszani is enged, szép, komoly fiadat. De csodálatos azért a magyar költőknek, Berzsenyit idéztük sorozatunkban, Vörös Martit, Petőfit, Aranyt, Adit, Babicsot, most itt József Attilát, Pirinszkit idéztük sokszor, de hát nagy költőink voltak, de nem a nagyjainkra figyelt az ország sajnos, mert volt nagy gondolkodó Kemény Zsigmond, vagy Péter Fienő, vagy
vagy Fülep Lajos, vagy Babits Mihály, vagy Pirinszky János, sajnos nem a gondolkodás népe vagyunk. Sokszor az indulatnak, a babonának és a vakhitnek a népe címet inkább magának vallja a magyar. Jó lenne, ha a magyar nép gondolkodó nép lenne. Kedves János, köszönöm szépen, hogy befogadtál az otthonodba, és ebben a hat részben beszélgettél velem, nagyon felemelő volt, és arra szeretnélek kérni, hogy beszélgessünk majd az év őszén, gondolom addig nagyon elfoglalt vagy, mert azt vettem észre, hogy az emberek nagy többsége nagyon szerette ezeket a beszélgetéseket, odafigyelt, voltak negatív kommentek, voltak pozitív kommentek, erre én azt szoktam mondani, hogy aki beszáll a ringbe, az kap ütést is, meg ki is tud térni az ütés elől, ilyen a világ, de köszönöm szépen, hogy ebben a hat részben olyan kérdések merültek fel, amiben én is nagyon sokat tanultam. Köszönöm. Bocsássanak meg a nézők, ha hibáztunk, de hogyha rávilágítanak a hibáinkra, a tévedéseinkre, azért hálásak vagyunk. Szívesen vesszük, így van. Tanulékony embernek gondoljuk igen magunkat, és nem megfelebbezhetetlen ítéleteket fogalmazunk meg. Inkább jó gondolkodni és végig gondolni, mint gyors ítéletet megfogalmazni. Ha vannak ilyen hallgatóink, nézőink, szívesen várjuk megjegyzéseiket. Igen. Köszönjük szépen, hogy itt voltak, viszontlátásra, és ebben a hat részben reméljük, hogy egyfajta irányt tudtunk mutatni önöknek. Viszontlátásra.